Kicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Legutóbb két hete a végidőről szóló bibliai tanításokról beszéltem. Néhány bevezető témáról, néhány alapfogalomról volt szó. Tehát arról, hogy miért nehéz és kényes dolog a végidő kérdéseivel foglalkozni, és hogy miért van szükség napjainkban mégis rá, hogy az egyház erre vállalkozzék. Egy, kettő. Szó volt azután a végidő és a világ vége alapvető, nagyon fontos megkülönböztetéséről, mivel ez a kettő rendszeresen összemosódik az emberek fejében. Beszéltem továbbá Isten megváltás művének a tervezetével kapcsolatban, e mű négy szakaszáról. Négy különböző szakasz. Megbeszéltem arról, hogy miért nem adott Isten kinyilatkoztatást Jézus második eljövetelének, és ezzel a jelen világ végének, tehát a földi történelem lezárásának a pontos idejéről, míg ezzel szemben az ezt, tehát a második eljövetelt, és a világ végét megelőző sötét, válságos időszakról, az úgynevezett végidőről sok-sok proféciát nyilatkoztatott ki. Most ezen a ponton folytatom. Tehát Krisztus második eljövetelének pontos idejéről nincsen kinyilatkoztatás a Bibliában. Azt a napot és órát mondja Jézus a Márk Evangélium 13. fejezet 32-es versében, azt nem csak a fiú nem ismeri, de még az angyalok sem ismerik, hanem egyedül csak az atya. Na most ennek következtében előállott és nagyon is elterjedt az a téves és igen-igen káros, nagyon káros vélekedés, hogyha úgymond a vég idejét nem ismerjük, hát akkor már semmit se tudunk róla és akkor az egész végidő témával kár is foglalkozni. Nem kell vele foglalkozni. Most ez borzasztóan káros, hanem éppen ellenkezőleg. A Biblia a világ végének előjeleiről, a történelem lezárásának az előjeleiről, az úgynevezett végidő sajátosságairól, az ekkor föllépő jelenségekről. A második eljövetelt, Megelőző válságperiódus természetéről, sajátosságairól, szóval mindenről a Biblia nagyon is sokat elmond, elárul, és ezeket igenis ismerni kell. Azért, mert ez a válságszakasz olyan nehéz és hitpróbáló kor lesz, amelyben csak az lesz képes megőrizni a hitét, aki felkészülten várja, a jövendőt, aki előre ismeri, hisz csak így tudja felkészülten várni, előre ismeri ezeket a katasztrofális történéseket. Azt is mondja Jézus, hogy amikor ezek az előjelek már mind bekövetkeztek, akkor, mint egy a természeti törvények bizonyosságával bekövetkezik az emberfia második eljövetele. Követi a jelen világ vége. Természeti törvény. Ez a lényege a fügefa hasonlatnak a Máté Evangélium 24. fejezetében, a 32-es és 33-as versben. Azt mondja, Jézus beszél. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor a hajtása már rendül, és a levelei kibontakoznak, akkor tudjátok, hogy közel a nyár. Így. Tehát ugyanígy, mikor ezeket az előjeleket látjátok, hát akkor magatok is megállapíthatjátok, hogy már közel van, tudni, az emberfia, az ajtóban. Szóval az, tehát, hogy Jézus újra eljön, az egy olyan bizonyosság, egy olyan erős bizonyosság, Amilyen a természettörvényeknek a bizonyossága. Nem is lehet elképzelni másképpen a, a jövőt. Na, megyek tovább. A második eljövetellel kapcsolatban a Bibliában két, sajátos kétértelműséget látunk. Mert a szentírások egyszerre ábrázolják azt váratlan eseményként, és ugyanakkor ellenkezőleg, várva várt eseményként. Hát várják ezt. Különös hasonlatokat használ Jézus. Azt mondja, hogy az emberfia úgy jön el, mint a tolvaj, mint az éjeli rabló, úgy csap le, mint a tőr, meg mint a villám, vagyis szóval váratlanul, váratlanul. Hát igen, de ez nem normális dolog. Hát lássuk be, hogy ez nem normális dolog, és nem természetes. Mert nem normális, nem észszerű az, hogy Jézus eljövetele váratlanul érje az embert. Mert hiszen ő, illetve Isten annyi proféciát, annyi jelet küldött ezzel kapcsolatban, ami bárkinek elég lehetne. Szóval ez a váratlanság, ez nem normális dolog, hanem tragikus dolog. A világban lévők élik majd meg így váratlan tragédiaként a második eljövetelt, a világnak a végét. Azok a tömegek, sajnos hatalmas tömegek, akik egyszerűen nem látnak meg semmit, ami Istentől jön, és nem is akarnak látni semmi ilyesmit, nem akarják. Nap mint nap, hát tapasztaljuk, hogy mennyi ember él így a világban. Tökéletes tudatlanságban, az isteni dolgokról, a szellemi dolgokról, vakon és süketen, és nem hajlandók észrevenni a jeleket. Úgy belemerülnek az anyagiságba, a köznapokba, az ezzel való foglalkozásba reggeltől reggelig, hogy előbb-utóbb már nem is lesznek képesek, még érzékelni sem a matérián túlmutató, a mindennapokon túlmutató dolgokat. Nem is érzékelik, nem úgy megértenék. És Jézus ezt is tudta előre, hogy ez bizony így lesz. Tudnélik, amikor arról profétált, hogy a <coughs> végső időkben úgy lesz majd, ahogy Noé korában volt a vízözön előtt, amikor is az emberek ettek és ittak, eladtak és vásároltak, nősültek és férhez mentek, egy szóval végezték a napi rutint, és nem vettek észre semmit. Semmit a közelgő katasztrófából. De ti kéri Jézus a tanítványokat. Kér bennünket. Ti ne legyetek ilyenek. Ne járjatok a sötétségben. Legyetek éberek. Figyeljetek. Vigyázzatok. Na már most. Ehhez Jézus a Márk Evangélium 13. fejezetének 35-ös versétől a 37-esig terjedő szakaszában hozzátesz még valamit. Azt, hogy az ő eljövetele éjszaka lesz. Éjszaka. Hát persze itt nem a pontos időt mondja be Jézus, hanem itt szellemi éjszakáról van szó. Szellemi elsötétedésről. Na, így mondja pontosan, nagyon érdekes. Nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura? Lehet, hogy alkonyatkor, lehet, hogy éjfélkor, vagy kakasszóra, vagy hajnallal. Milyen érdekes, alkony éjfél kakasszó, hajnal. Az éjjelnek a szakaszairól beszél itt a megváltó. És így folytatja, hogy ezen szellemi éjszaka folyamán, Bármikor lesz is az eljövetel? Ne találjon alvatiteket, amikor úgymond váratlanul megérkezik. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom, legyetek éberek. Jézus ezt az éberséget olyan sokszor hangsúlyozza az ilyen végidőről szóló beszédeiben, hogy ezt a figyelmeztetést nagyon-nagyon komolyan kell vennünk. Nagyon komolyan. Hát akkor kezdjük is ezt megszívlelni. Először is vegyük észre, hogy háromféle támpontot kapunk a Bibliából. Háromféle profécia típust, amelyekből ki tudjuk olvasni az időt, amikor az ember fia már közeleg, már közel van, sőt már az ajtó előtt áll. Hát természetesen itt is a kulcs az időszó mi más. Mert vannak proféciák az idők rendjéről. Hát a végső idők, a végső dolgok rendjéről. Egy, kettő. Vannak azután proféciák az időknek a meghatározásáról. Konkrétan mikor? És végül vannak az időknek a jeleit. A jelenségeket megismertető proféciák. Ez a három. Mindegyikkel kapcsolatban óriási nagy óvatosságra van szükség, meg jártasságra, mert ezek ugye jövőre vonatkozó proféciák. Azokat pedig nagyon könnyű ám rosszul érteni. És aztán ezzel csak oktalan félelmeket keltünk, meg hamis, esetleg kifejezetten istentelen hiedelmeket keltünk az emberekben. Hát nem szabad. Amint ez ugye sokszor már meg is esett a történelem folyamán. Nézzük most egyelőre csak vázlatosan ezt a három végidővel kapcsolatos profécia típust. Tehát ismétlem a nevüket. Az idők rendje, az idők meghatározása és az idők jelei. Ezek a típusok léteznek. Az első. Az időknek a rendjéről szóló proféciák, sorrendről van szó, hát ezek úgynevezett történelmi vázlat Általában a proféta korától a második adventig zajló folyamatokról számolnak be, de persze hát nagyon vázlatosan, ez egy nagyon hosszú kor, vázlatos képet adnak. Ilyen történelmi vázlat profécia található például a Dániel proféta második fejezetében, amelyre egyszer majd talán részletesen is sort lehet keríteni. Most pillanatnyilag elég annyi, hogy ez a Dánieli profécia négy világbirodalomról szól, amelyek egymást váltják, mindegyik elbukik, egymást követik, még végül az utolsó világbirodalom is megsemmisül, és akkor következik el a jelen világ vége. Akkor jön el az Isten országa. Tehát ezek ilyen időrendi proféciák. Az idő meghatározó proféciák azok vagy valami időtartamot adnak meg, amely után döntőfordulat áll be a világban, illetve amely után bekövetkezik a második eljövetel és a világ vége, vagy pedig egy-egy eseménnyel határozzák meg ugyanezt. De persze jelképesen, tehát itt is nagyon könnyű tévedni. Ilyen például a szintén Dániel próféta könyvében található kilencedik fejezet, amelyben a próféta megjelöli a messiás fellépésének és halálának az idejét mindenféle történelmi eseményekkel megjelöl, megjövendőli, úgymond. De szóval ezek igénylik a legnagyobb óvatosságot, és főleg miért? Hát főleg azért, mert számok vannak bennük, és ezek vagy valósak, vagy jelképesek. És ezeket aztán mindenki máshogy érti. Így próbálják meghatározni, hogy mikor is lesz az egésznek vége, a jelen világnak vége. Persze a mai naptár szerint. De hát ezek ez teljesen ezek elvetélt kísérletek. Hiszen Jézus megmondta, hogy Isten erről nem ad és nem is adott kinyilatkoztatást. Úgyhogy mi ebben nem is megyünk bele, csak amennyire muszáj. A harmadik viszont, öm, amiről részletesebben lehet meg érdemes, sőt kell is szólni, azok az idők jeleiről szóló proféciák. Ezek a legfontosabbak számunkra. Idők jelei, azok olyan sajátos történések, jelenségek, amelyek főleg, hogyha egyszerre együtt lépnek fel és egymásra hatnak, szörnyű. Szóval ö, akkor jelzik, hogy Jézus már közel van, már az ajtó előtt áll. Természetesen a legvilágosabb idők jelei, proféciákat Jézus adja az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, amit egyszerűen el kell olvasni. Máté Evangélium 24. fejezet, Márk ez a, ez a legbővebb, aztán van a Márk 13. fejezet, és a Lukács 21. -es fejezet, lényegében ugyanazt a beszédet tartalmazza, és van még ezen kívül néhány Páli levél részlete, meg van a jelenések könyvében is ilyen profécia. Tehát idők jelei proféciák. Hát le kell, hogy szögezzük a következőt, hogy a Biblia szerint Jézus második eljövetele az egy nyilvános, látható kozmikus esemény lesz. Olyan világos lesz, mint a villám, és mindenki látni fogja. Jézust, amikor eljön másodszor, az ellenségei is. Erre vonatkozik a, ebben a bizonyos Máté Evangélium 24-ben Jézus apokaliptikus beszédében, annak is a 23-as versétől a 27-esig terjedő szakaszában, amit most kihagyásokkal idézek. Tehát Máté 24, 23-tól 27-ig. Azt mondja Jézus. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt van a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták Állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévessék, ha lehet, a választottakat is. Íme én előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, hogy íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobám, ne higgyétek. Mert ahogyan a villám keletről támad, és ellátszik ö, nyugatig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is, vagyis, hogy mindenki látja. A végidő a nagy porhintés és megtévesztések ideje lesz. A jelenések könyvének 13. fejezet 13-as versében megjelenik, a sátán egyik küldötte a hamis proféta. És ez ilyen áll csodákat tesz például úgy viselkedik, mint illés, hogy tüzet hoz le a földre. Hogy higgyék, hogy ő az utolsó időknek a hírnöke, vagy egyenesen ő a messiás, vagy ilyesmi. De nektek mondja Jézus, tudnotok kell, hogy az emberfia megjelenése egyáltalában nem ilyen lesz, hanem olyan lesz, hogy mindenki világosan látja majd. Nem itt vagy ott, nem a pusztában vagy a szobában, hanem mindenütt, és eltéveszthetetlenül. Ő lesz az, ami urunk lesz az, aki eljön. Na most a nem hívők, a képtelenségnek látják és tagadják ezt. Tehát a második eljövetelt. Sovány vigasz. De hát azért mondom, hogy így volt ez már a régi időkben is. A második Péter levélben olvassuk, a harmadik fejezet négyes és ötös versben, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, Amint a teremtés kezdetétől fogva van. És jön a magyarázat, miért gondolják ezt? Mert rejtve marad előttük. Egy, kettő pedig szándékosan meg is feledkeznek róla. Tudniuk mindenről, ami Isten től jön. Szóval így a levélíró, és hát ez ugye Jézusra megy vissza. De ami igazán tragikus, az az, hogy ez a nézet az egyházba is beszüremkedett, és ott hat, és nagyon káros. Sokan ugyan nem tagadják a második adventet, csak teljesen hamis módon, szörnyű módon átértelmezik, e szerint. A világ megy keresztül olyan nagy fejlődésen, hogy szép lassan, mint egy bele nő Isten országába. Átalakul, Isten országába. Ugye milyen szép? Na. Egyesek úgy is fogalmaznak, ráadásul, hogy nem Krisztus jön el hozzánk, ne, nem ő jön el hozzánk, hanem a világ jut elő hozzája. Hát ez ugye, hát borzalom, borzalom, mert a Biblia mindezt kategorikusan tagadja. Nem ezt tanítja. Inkább az ellenkezőjét tanítja, hogy a világ vége előtti időben minden szempontból borzalmas állapotok köszöntenek be. Nem fejlődik szellemileg a világ, de hogy egy interjúban 16. Benedek pápa, tehát nem akárki, egy pápa, méghozzá a Benedek pápa, szintén óvatos, de határozott kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a világa jó felé menne. Hát kérem, Nem! Nem. Ennek alátámasztására egy ilyen nagyon egyszerű, józan paraszti érvet hoz. Azt mondja: Jobbá fejlődni azt tud, aki vagy ami Isten felé halad. Aki meg nem halad Isten felé, mint napjainkban a világ, hát az kizárt dolog, hogy egyre jobbá tudna lenni. Kizárt dolog, hogy átfejlődhet valaha is Isten országává. Nem, ezt el kell felejteni. A Biblia, a proféták, Benedek pápa, meg a saját mai napi tapasztalataink ugyanabba az irányba mutatnak. A világ erkölcsi, szellemi értelemben ma nem a jó irányába halad, hanem abba az irányba, amit a Biblia leír, hogy a második eljövetelt és a világ végét egyszerűen példátlan vallási, erkölcsi és szellemi válság, sötétség előzi meg. Sátáni megtévesztés, szellemi zavarkeltés, bizonytalanság, zűrzavar, hogy csak a felszínét mondjam. Ezért ez a már idézett Péter levél, kicsikét lejjebb, tehát a harmadik fejezet, tízes versétől kezdődő szakaszában, meg még az új szövetség egy csomó más helyén is leírja, hogy milyen magas hitbeli és morális szintet kell elérniük. Mennyire fölkészültnek, ébernek kell lenniük azoknak, akik ebben a helyzetben talpon akarnak maradni, akik ki akarnak tartani Jézus Krisztus mellett. Nem inognak meg a kísértésekben, és a félrevezetések, hazugságok özönében, hanem ellenállnak a hitetésnek, és elkülönítik magukat nem a világtól, hanem a világ bűnözönétől. De talán föl is olvasom ezt a részt, tehát második Péter levél, harmadik fejezet, tízes versétől olvasom. Az úrnapja úgy jön el, mint a tolvaj. Akkor az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a hőségtől elolvadnak, a föld pedig és a rajta lévő teremtmények elégnek. Ha tehát mindezek elfognak pusztulni, vajon milyeneknek kell lennetek a szent életben és a buzgóságban nektek, akik várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor az egek elégnek és szétfoszlanak, az elemek pedig a tűzhevétől megolvadnak. Milyeneknek kell lennetek? Mi azonban az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, ahol igazság lakozik. Ha tehát szeretteim ezeket várjátok, akkor azon legyetek, hogy szeplőtelenül és fethetetlenül találjon az a nap titeket békességben. Amen.